Hatos út Tolnai elágazója. Ezt a kereszteződést vörös keresztként is szokták emlegetni az ott történt sok halálos baleset miatt. Jól látható a rendőrség felvételén, milyen sok sofőr hagyja figyelmen kívül az áj elsőbségadás kötelező táblát. Az intézkedés sorozatnak az eredménye az volt, hogy másfél óra alatt 8 olyan járművezetővel is találkoztak, aki a stop táblánál nem állt meg. Emellett ellenőrzéseket folytattak a 6-os számú főút sötétvölgyi szakaszán, ahol volt olyan járművezető, aki a záróvonalon előzött, vele szemben is intézkedést kezdeményeztek munkatársaink. A rendőrök egy akció keretében azt is figyelték, használják-e a sofőrök és az utasok a biztonsági övet. 4 autóst szúrt ki a hatóság, akik elmulasztották használni ezt az utasbiztonsági eszközt. Egyrészt a stop táblánál való meg nem állás miatt, az elsőbségadás meg nem adása miatt, amely 5-től 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírságot eredményezhet, rendőri mérlegeléstől függően, a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt a lakott területen kívül 15 ezer forint közigazgatási bírságot, valamint 3 büntetőpontot szabnak ki kollégáim. A záróvonalon való előzés 15 ezer forintos bírsággal és 6 büntetőponttal jár. De ugyanennyi pontot ér, ha valaki zebrán áll meg, míg az ittas vezetésért 11 büntető pontot oszt ki a rendőrség. Ha pedig összegyűlik a 18 büntető pont a helyszíni bírságok és a rendőrségi intézkedések miatt, fél évre bevonják az autós jogosítványát. A vétkes mindaddig vissza nem kapja a vezetői engedélyét, amíg részt nem vesz egy utánképzésen, és ennek végén újra le nem vizsgázik.